Az elmúlt hetekben és hónapokban egy kérdés tartott a lázban a magyar közvéleményt. Hová lett a pénz? Hova lett a pénz? Hova lett a pénz? Ez itt a Bruti Nyomoz, és a most induló riportsorozatunkban arra keresjük a választ, hogy a magyar kétfarkú kutyapártnál mire költötték el a kampánypénzeket. Az MKKP választási kampányra már 2018-ban is súlyos közpénzmilliókat kapott. Ez önmagában még nem lenne furcsa, hisz minden párt, ami megfelelő számú képviselőjelöltet állít, megkapja ezt a támogatást, legyen szó a Gödény-György-féle kamupártról, vagy éppen a Fideszről. Ami mégis felkeltette a figyelmünket, hogy amíg a többi párt uszító plakátokra, Facebook hirdetésekre, üzemanyag számlákra, tehát értelmes dolgokra költötte a támogatást, az MKKP pályázatot írt ki, Rózsa Sándor népi kampánypénz tékozló alap néven. Itt az egyesületek és civilek pályázhattak összesen 170 millió forint értékben, magyarul pályázat útján egyszerűen visszaosztották a pénzt az adófizetőknek. Ugye milyen szépen hangzik, de mi most elindulunk a hamisan csilingelő pénzek nyomában, és megmutatjuk a kutyapárt igazi arcát. Itt állunk Óbudán, a Zabszalma Alapítvány területén, és zöld a fű, kék az ég, kellemes az idő, friss a levegő, de ez az idilli hangulat senkit ne tévesszen meg, itt súlyos közpénzek kerültek kiosztásra. A kutyapárt 500 ezer forintot adott egy terápiás lóra, ami papíron remekül mutat, de mi nem voltunk restek, és utána jártunk a gyanús ügyletnek. Nem fura ez egyébként? Nézzetek itt körbe. Hallod? Esküszöm, valami hintalovat ide vágnak nekünk, megörülök. Elnézést! Ahó! Hol a pénz? Hol a pénz? Álljon már meg egy pillanatra, legyen szíves, hogy hol a pénz, hogy... Megetetném a lovakat. Hogy a lovakat megetetni? Hát ha ez fontosabb, akkor jó. Ezt akarják eladni nekünk lónak. És a helyszíni oknyomozás varázsa, amikor egy újabb szövevényes ügyre bukkansz. Luxus medence. A kutyapárt elnöksége állítólag itt szokott bulizni, de ez egy másik sztori. Így most térjünk vissza a ló ügyre. Itt állunk Bella előtt, a projekt ló előtt, és meg szeretném kérdezni, hogy Kovács Gergely párt vezér hányszor lovagol itt naponta? Hát sajnos nem elégszer, pedig kéne, mert ez egy terápiás központ, tehát biztos szükség lenne egy kis terápiára. Tehát ő akkor ide nem jár? Sajnos még nem találkoztam vele, de szeretettel várjuk. Beszéljünk egy kicsit az alapítványról, mit célt szolgál? Eltérő fejlődésű gyerekekkel foglalkozunk, őket fejlesztjük, ló munkatársaink segítségével, például Bellával. Ez mit jelent pontosan, ki tudnád fejteni? Gyerekek ülnek a ló hátán, lovagolnak, és mi terapeuták, gyógypedagógusok különböző fejlesztő feladatokat adunk nekik a ló hátán. Ez lehet kognitív fejlesztés, lehet mozgásfejlesztés, vagy lehet szociális kommunikációs készségeket fejlesztő feladatok. És mennyi közpénzt kaptatok ti erre a két falkú kutyapártól? Ötössel kezdődik, és utána sok nulla. Hány nulla? 500 ezer forintot kaptunk, nem tudom megszámolni, nekem is kéne a fejlesztés. 500 ezer forint közpénzből egy lóra? De nem akármilyen ló, ő egy terápiás ló, és naponta nagyjából 4 gyereknek segít. Honnan hallottál a kétfalkú kutyapárt pályázatáról? Láttuk a pártnak a felhívását, és pont egy elég szomorú dolog történt, elpusztult az egyik terápiás lovunk, és nagyon szerettük volna őt pótolni, ami nyilván egy kicsit nehéz, mert ő is a szívünk csücske volt, de szerencsére azért itt sikerült egy másik terápiás lovat is megvennünk ebből a rengeteg pénzből. Úgy tudom, hogy Zuglóból költöztetek ide. Zugló. Ez már eleve gyanús. Figyelj, tudod, hányan sütik el ezt a megaszarpoint? Sajnos a mai oknyomozásunk alkalmával nem sikerült korrupcióra utaló jeleket találni, de ez nem azt jelenti, hogy nem is volt. Minden esetre mi nem adjuk fel. Sorozatunk következő epizódjában, úgy mint ma, újabb kínos kutyapártos ügyet tárunk fel. Kövessenek be, iratkozzanak fel, és tartsanak velünk legközelebb is.